A hajdúszoboszlói Tenshin Karate Klub bekerült a sportágról szóló, annak ős hazájában megjelent kiadványba. Az igazán megtisztelő eseményről, annak miértjéről, illetve a karate Gozsu Ryu ágáról Kis László mesélt a klub egyik edzésén. Kemény edzés zajlik a Hungaroszpa torna termében, Kis László és Molnár János mesterek oktatják a Gozsu Ryu karate elemeit. Kis László ötdanos karate mester, aki a hajdúszoboszlói Tenshin Karate Sportegyesületben 1991 óta tart edzéseket. Kezdetben a Shotokan stílust követte, a 2000-es évek óta viszont a Gozsu Ryut tanítja. De vajon hányféle karate létezik valójában? Kiderítettük. 4 vagy 5 alapvető karate iskola létezik. Ugye a Shotokan, a Shitoryu, a Wadoryu, a Gozsu Ryu, a Kyokushinkai, illetve vannak még ilyen kisebb iskolák, amivel a Gozsu Ryu rokonságot mutat. 40 éve, vagy kicsivel több mint 40 éve vagyok a karate útján, és Shotokan karatéval kezdtem, amit nagyon szerettem, de ahogy teltek az évek, valahogy nem találtam meg benne a helyemet, az elképzelésemet, és akkor kezdtem keresgélni, hogy hogyan lehetne ezen az úton úgy menni, hogy folyamatosan tartalommal tudjam megtölteni, és úgy érzem, hogy ezen az okinavai karate úton, ezen a Gozsu Ryun, amit a Taira Sensei képvisel, itt találtam meg a helyemet. Adódik a kérdés, hogy a különböző iskolák vajon miben térhetnek el egymástól. Hiszen a laikus ember számára a karate, mint gyűjtőfogalom létezik, és nem fedezi fel az alapvető különbségeket. Én azt gondolom, hogy inkább az elvekbe, tehát inkább az alapelvekbe, ahogy végrehajtják a mozdulatokat. Mert ugye az emberi testből kiindulva az ütés, a rugás az rugás, de ugye az alapelvek teszik különbözővé, illetve az, hogy milyen távolságról használjuk ezeket a technikákat. Mert egy nagyobb távolságról ugye lehetőség van arra, hogy egy széles törzsfordítással erőt tudjunk generálni. De amikor egy liftbe harcolunk, vagy közelharc van egy csónakba, akkor ugye ezekre nincs lehetőség, ezért az erőt is máshogy kell leképezni. A karate alapvetően japán eredetű, de az őse Indiából kiindulva Kínát is érintve érkezett meg végül Japánba. A Shaolin Kung Fu hosszas úton került el ugyanis Okinawa szigetére, amely jelenleg Japánhoz tartozik, de a történelem folyamán volt Kína része is. Okinaván alakult ki a Kis László által is képviselt Gozsu Ryu. Okinaváról pedig átkerült Japán többi szigetére, és ott is átalakult. Mára a karate inkább sport, mint harcművészet. Ennek van jó és rossz oldala is. A karate az most úgy néz ki, hogy elsősorban sport, ami egyébként nem feltétlenül egy probléma, csak a sportnak az a talán az egyetlen hátulütője, hogy tehát egységesít, és bizonyos embereket kizár. Mert ugye, hogyha megnézzük a sportkaratét, a VKF karatét, főleg a küzdelmi rendszerét, ahhoz olyan különleges akrobatikus, atletikus testalkat, idegrendszer kell, mint mondjuk egy vívónak, amirevel valljuk be őszintén a legtöbb ember nem rendelkezik. Amikor először kezdte komolyan venni a karatét Kis László, már akkor megfogalmazódott benne, hogy ő szeretne eljutni oda, ahonnan a sportág kiindult. Nekem egy gyerekkori álmom, tehát majdnem mióta 82-ben kezdtem karatézni. Nekem már akkor is ugye a lelkemben volt, hogy én szeretnék kijutni az Okinawa, tehát szeretnék kijutni a karate szülőföldjére. Akkor én még ugye Japánnal azonosítottam ezt, nem tudtam, hogy a karate gyökere az Okinaván van. És akkor, mivel hogy nem olyan családból jöttem én, hogy nyitva, úgy érezzem, hogy nyitva van számomra a világ, egész hosszú idő telt el, mire én eljutottam úgy nem csak gondolatban, meg pénzügyileg, de úgy fejbe, hogy akkor most igen, akkor most tényleg menjünk és csináljuk ezt meg. És 18-ban sikerült ugye Molnár János barátommal és tanítványommal, akivel együtt tartjuk az edzéseket, kijutnunk Okinawára egy 2 hetes tanulmányi útra.
Ezen az úton ismerkedett meg egy karatés szakemberrel, akinek több szakirodalma is megjelent már Japánban. Nem is volt kérdés, hogy így fürdővárosunk nevét akár megismertethetik Ázsiában is. A látogatás után ugyanis az egyik helyi újságba bekerült a hajdúszoboszlói iskola. Majd rá egy évre a ottani kapcsolatunk, a Miguel, aki egyébként egy újságíró, illetve több karate szakirodalomnak a szerzője, megkeresett, hogy ő készít ugye a világ minden pontjáról olyan karate dojo vezetőkkel interjút, akik ezt az okinavai karatét csinálják. Hosszas levelezés és fordítások után megjelent a cikk, de ezzel még nem ért véget a történet. Mert egy könyv is készült a cikkekből, amiben szintén belekerült városunk karate iskolája. Ja, meg is jelent ez a cikk, amit megkaptam karácsonyra, 2019 karácsonyára. Nagyon boldog voltam, és én azt hittem, hogy ennek a történetnek itt vége is van. Majd az előző évnek a vége felé, valahogy október-november környékén mondta, hogy készül ebből egy könyv, egy ilyen nemzetközi kiadvány, és hogy mit szólnék hozzá, hogyha ebbe is beletennék ezt az írást. Kicsit furcsálottam, mert ugye ebbe a cikk sorozatban Magyarországról azért több karateklub is bekerült, de a könyvbe valami miatt csak Hajdúszoboszló került be. Ha valaki egyszer eljuthatott az őshazába és jó élményekkel gazdagodott, akkor természetes, hogy szeretne visszamenni. Az igazság, hogy én szívesen, tehát rendszeresen járnék ki Okinavára, de jelenleg nincs az a, tehát nincs meg az a egzisztenciám, hogy én ezt megengedhessem magamnak. Természetesen vannak elképzeléseim, hogy visszamegyek Okinavára, akkor már szeretnék a Fő-szigeten is egy kicsit körülnézni. Nem megoldhatatlan a feladat, de egyelőre elég bonyolult sajnos a világba a politikai helyzet is, és mostanában, tehát annak idején sokkal egyszerűbb volt utazni is, most egy kicsit nehezebb bejutni, mert én úgy tudom, hogy tehát vízum kell, egy csomó olyan dolog kell, ami azelőtt nem volt szükséges. Nem kizárt tehát, hogy visszatér Japánba, még ha most ez elérhetetlennek is tűnik. De a karate is egy út. Ez az út olyan, mint egy érme, aminek van jó és rossz oldala. Van, hogy úgy érezzük, a rossz oldalon állunk, de nem szabad feladni, mert leszünk még a jó oldalon is.